Jó estét! Jó estét, boldog hatalmat mindenkinek! Boldogat! Ezt így a szülinapokra mondják még. Hát jó. Mi a hatalom forrása? A nép vagy az Isten? Tudod, ez a döntő kérdés. Mi a hatalom forrása? Mert ha a nép a hatalom forrása, akkor a polgári demokrácia feladványnak a megfejtése. Ha viszont az Isten, akkor a feudalizmus. Na persze. Akkor Isten kegyelméből uralkodik az uralkodó. Igen, Isten kegyelméből és az Istentől származó legitimitást hordozza a királyi vér. Ez a dinasztia. Hát, most azon gondolkodom, hogy tényleg csak a dinasztia-e, vagy mit tudom, amikor megválasztották a királyt, az is az Isten akarata lett volna, érted? De nem a nép választott. De nem volt annyira, nem volt annyira legitim, igen, de nem volt annyira legitim. Jó, hát ez tudod, más korszakokban, bizonyos korszakokban. De tudod, kit választhattak meg? Igen. Eleve a rendek, azt, akinek a legnemesebb vére volt. Igen. De egyébként azon gondolkodom, hogy nem biztos, hogy a cinikus romlottság volt kizárólag a középkorba, vagy a később a reneszánsz idején, mert amikor például a parasztok kifüggesztették azt a híres, a felkelők azt a verset, 5. Károlynak címezve. Ez ugye a német parasztháborúk ideje. Tudod, ez a, amikor Ádám, vagy hogy van, Éva font, Ádám kévét hordott, kilátott még lovagot és lordot. Ennek több fordítása van, ezt jegyeztem meg nagyjából. És akkor erre 5. Károly visszafüggesztett, tehát válaszolt, hogy én is csak ember vagyok, és helyem csak is Istennek köszönhetem. És az ezen gondolkodom, hogy ezt valószínűleg komolyan gondolta. De mind a, hogy mondjam, ma ezt nem hisszük el, mert cinikus korba élünk, és cinikusak vagyunk magunk is. Bocs, csak ilyen torokgyulladáson vagyok túl. Hát az Istentől származó, egyébként ez egy ilyen meditációs objektum, amit most itt elmondtál. Ez a... No csak. Olyan, mint egy, kis... De hát ez abszolút, hát ez olyan, mint egy kis vers. És ebből a versikéből, hogy én is csak ember vagyok, s helyem Istennek köszönhetem, ebből lett a miért nem esznek kalácsot. De az már a... Igen, de értjük. Vár, nem biztos, hogy tudják, miről van szó. Ez a csodálatos történet Marie Antoinette-től, aki ugye a legenda szerint, és itt is ugye mindegy, hogy megtörtént-e az eset, vagy sem. Tutira veszem, hogy lesznek kommentelők, akik azt írják, hogy ez egy urbánus legenda. De ha urbánus legenda, akkor is, hogy mondjam, nem való, de annyira igaz, hogy... A gondolkodásmódra. Hát igen, annyira jellemző, annyira leírja. Na szóval, Marie Antoinette-t. Nincs kenyere a népnek. Miért akkor... zúgolódnak? Miért zúgolódnak? Miért gyülekeznek? Miért kelnek kapára kaszára? És azt mondja, hát mert nincs kenyér. És akkor erre válaszolt azt Marie Antoinette, miért nem esznek kalácsot? Ha elfogyott a kenyér. Igen, igen. És itt már értjük, itt már érzékeljük szinte, hogy miért ilyen éles, ilyen pengeéles a giotin. Kinyílott a giotin a zsebükbe, bazd meg. Tehát... De állítólag egyébként... annyira naív volt, állítólag tényleg abba az elszeparált Annyira naív kor volt, hogy a francia felvilágosodás természetesen a nemességet meg a rendeket világosította fel az elsők közt. Mondjuk abszolút monarchia volt, de ebben az abszolút monarchiában a gondolkodást, a felvilágosodás áthatotta. És ezek a nemesek, amikor végül a felvilágosodás elérte csúcspontját, és ugye megrohanták a Bastille-t, és kirobbant a forradalom, ezek a hidegtálakat, szendvicses tálakat, meg mindenféle finom étkeket, meg finom italokat a kertbe, a kastély elé készítették, mert jön a nép. És ez így történt.
várták a népet, mert ők tudták, hogy ez jogos. Tudták, hogy a hatalom már, tudták, hogy a néptől ered, nem Istentől. Vissza akarták adni a népnek. Az volt a terv, hogy majd kitalálták, hogy hol fognak lakni, hogy kik költöznek be a kastélyba. Hogy hogy lesz egy igazságos és jobb világ. Ezek már a felvilágosodás, tudod, ők voltak a forponton. Ők voltak a legelső nemzedéke ennek. A felvilágosult arisztokrácia. Arisztokrácia, hát igen, az első közt. Mert az arisztokrácia felvilágosult. Az akkori liberális. Igen, igen. A nép az meg ugye felszabadult, és a tömeg pedig elszabadult. Ugye ez a színe és fonákja. És jól lebunkózták őket. Színe és fonákja. Igen. És megérkeztek, és a hideg tálakon keresztül gázolva, éppen nem voltak éhesek, hanem lekaszabolták őket. És nem értették, hogy ez hogy történt. Azt bírom, egyszer ezt a sztorit már előadtad apun, és még mindig ennyire mulattad téged, érted? De nem... Jó, filmszerű, az biztos. De nem filmszerű. Nekem filmszerű, tehát ugye elképzelem, érted? De bezzeg, amikor én annak idején kitettem, felfedeztem a Florian Geyer Leadnek a feldolgozását, és akkor kurva jó zeneileg meg minden, és akkor tudod, csináltunk egy ilyen fél este, a Florian Geyert vetítettük ki, hogy me, kommunisták, nácik, tehát mindenkinek a izéje volt, érted? Tehát a Florian Geyer SS páncélos hadosztálynak is, érted, az indulója volt, de a kommunistáknak is, érted? Korábban meg a szocdemek is felhasználtak, és akkor azon meg hogy ki voltál akadva, vagy mit mulatok én azon, amikor a középkori képen ott szaladnak, tudod, kaszával, kapával a papnak a levágott feje az egyik izén, érted? Valami botom, vagy dárdánt, és hogy mennek tovább, és fölgyújtanak mindent, ami az útjukba áll, és hogy fam, hogy tudsz ezen mulatni, meg mit tudom én. Másnap találkoztunk valami más ügybe, és automatikusan elkezdtem dúdolni, hát a Robi teljesen kész volt tőle. Tehát most meg ez a hideg tálakon gázoló parasztok, hogy lekaszálják az arisztokratákat. Igen. De nem hogy az arisztokratákat, tudod, hanem hogy a testvéreket, tudod, akik... Világos, persze. Egyébként, figyelj, ez mindig egyébként a forradalom. Polgártársak. Polgártárs, és így mondta az arisztokrata, tudod, a köznépnek, hogy polgártárs, és így levágták. Hogy így nem polgártárs, bazd meg. Nem. Egyébként, figyelj, még a forradalmároknak mindig van ez a nagyon naív változata. Általában az első garnitúra, aztán jön a második a ragadozó, érted? Utána meg a cinikus, aki kereskedik rajta. Általában ez szokott lenni. És a Taviani fivérek, azok ilyen 70-es években csináltak kurva jó filmeket, és van egy filmjük, az Alonzo Fan. Ugye az Alonzo Fan az a Marseillesnek a kezdő, nem is sora, hanem első szava, érted? Csak ott egy csávót hívtak Alonzo Fannak, mert a fanatikus jakobinus apa Alonzo Fannak idézőbe kereszteltette meg a fiát. És a Marcello Mastroianni játszik benne, kurva jó film. Egyébként a zenéje ugyanaz, mert az egy Ennio Morricone zene, ami, Robi, figyelsz, a Becstelen Brigantiknak is a zenéje. Az a Tarantella tánca. Azt mondom, ilyen ismerős. Hát az Alonzo Fan című filmnek volt a zenéje, és a fölhasznált a gátlástalanul a Tarantino. Tarantella Tarantino, tehát még van is egy ilyen szójáték. És nem én találtam ki most, kivételesen. És na, és az olyan, az itáliai carbonárikról szól, ilyen idealista jakobinusok mennek le Dél-Olaszországba ilyen írástudatlan parasztokat lázítani, ahol kolera van, érted? És a sztori bonyolultabb, meg ilyen egzisztencialista sztori is, kurva jó az egész, de van egy ilyen vonulata, hogy a pap megtudja, hogy az árulótól, Mastroannitól minden, akinek tele van már tökke, már nem hisz a forradalomba, és elkezd prédikálni a parasztoknak, hogy ők hozzák a pestist rátok. És megjelennek a forradalmárok, fölveszik a vörös zubbonyt, és kiáltványt ez a néphez, és szembe velük a film vége az, hogy ilyen kaszás, kapás tömeg. Érted?
és tök véletlenül elsül egy fegyver, és egy paraszt kislányt eltalál. És egy pillanatra megáll a tömeg, utána lebunkózzák az összes forradalmát, mint a szart. És az Alonzanfan éli egyedül túl, és akkor ő meg a Mastrannian, aki így kérdezi, hogy na mi volt? És mondja, hogy hát felolvastuk a népnek, és együtt táncoltunk, és ünnepeltünk, de nem cinizmusból, teljesen átírta magába a csávó a valóságot, érted? Na ez abszolút kifejezi, hogy az idealista forradalmár az tulajdonképpen milyen gondolkodással bír. És hogy válik áldozatául ennek az egésznek. Persze ezzel meg azt mondjuk, hogy akkor maradjanak a paraszt sötét tömegek, meg a prolik ott a helyükön. Nem ezt mondjuk. Nem ezt mondjuk. Csak valahogy nem így kéne hozzáállni. Nem a világot kéne leszállítani a tömeghez, hanem a tömeget kéne, vagyis a tömegnek a tagjait kéne felemelni. De az csak egyéneken megy, és csak nem kollektív szinten. Akkor lebunkóznak, mint a szart. Igen, de egyéneken keresztül megy, de a kultúra azt közvetíteni tudja, és ennek akár a tömegmédia is lehet a csatornája. Most már hazabeszélsz. Nem hazabeszélek, hanem mondjuk akár a South Parkról beszélek, Family Guyról beszélek, akár de azok a cinikus izék, hát nem. Azért röhögünk rajta. Hát vagy a Simpsonsról beszélek, és szerintem mindegyik egy tulajdonképpen egy külön világ, de mindegyik egy nagyon-nagyon autonóm, és nagyon-nagyon szabadságpárti, meg nagyon-nagyon... Igen. Tehát, most érted, és nagyon keményen kritikus a rendszerrel, a kapitalizmussal, a fogyasztással, mindezekkel kapcsolatban. Kultúrával. Igen. Kurva igen, tömegkultúrával. És jós tehetségek, tehát ez az egész safe space őrület, meg ez a szélsőséges politikai korrektség. Ez még a South Parkban jelent meg, mint vicc. És aztán pár év múlva megvalósult. Vágod? Hát annyi mindent megjósoltak. Hát megjósolták magát Trumpot, ugye Eric Cartman személyében. Ezért, amikor Donald Trump elnök lett, akkor a Trey Parker meg a Matt Stone azok kijelentették, tehát így megfogadták, hogy nem hajlandóak Donald Trumppal, mint amerikai elnökkel semmilyen módon foglalkozni, tudomásul venni, vagy akár bármilyen jelét adni annak, hogy tudnak erről, mert a valóság most már átvette a South Park helyét. És a Cartmant megválasztották elnöknek, bazd meg. Ja. És ez történt. És eléggé megjósolták. Te olvastad Stephen Kingnek a Holdsáv című regényét? Talán egyébként a legjobb. De picit mélyebb, mint a többi. Főleg az ilyen gyilkos autók, meg hasonlók. Meg nem született sorozatgyilkos ikertestvér, meg izé. És ott van egy ilyen populista elnökjelölt, csak ő nem gazdag, hanem ilyen szélhámosból lett valami, és ilyen bandákat szervez, a Greg Stilson. De a karaktere, érted, az a fajta voluntarizmus meg a stílusa, az kibaszottul a Trumpnak a... És mikor írt azt a fengek? 70-es években? 80-as évek? Elején? Valahogy igen, így? Igen. Ja. Na, szerintem beszéljünk a kapitalizmus válságáról, de geci unalmasan, hogy a közönség az, tehát félig beteg vagyok, valakin le kell verjem. Beszéljünk a kapitalizmus válságáról unalmasan, oké. Okay. De ilyen kurva unalmasan, tudod. Csak az a baj, hogy nem tudunk, mert nem vagyunk közgazdászok. Érted? De azért a lényegét kb. Átlátjuk annak, hogy mi a probléma. Igen, te azt szoktad nekem mondani, igen, felvezetem, és akkor majd kifejted az álláspontot, legalább addig nem kell beszéljek, hogy magával a kapitalizmussal nincs semmi baj, mert az a verseny, meg a piac, tehát az igazi kapitalizmus az a market, tehát az a piac, kész. És a szó jó értelmében. És a kapitalizmust pontosan a kapitalizmus vágja haza, tehát a trösztösödéssel, az óriás cégek monopóliumaival. De ez már, tudod, ez már nem a kapitalizmus, ez már valójában nem a kapitalizmus. Tehát ez már rontja, tudod, mert folyamatosan torzul a verseny. Hát a tőke koncentráció által. Na, itt pont viszont ez a lényeg. Meg kell határozni, hogy mit nevezünk kapitalizmusnak, mert tudod, a anarchokommunisták szerint még a Pol Pot rezsim is kapitalista.
tényleg az államszocializmus az államkapitalizmus ebben a felfogásban. Tehát, kapitalizmusnak azt tekintem, amikor megvalósul az a fajta jó értelemben vett verseny a szolgáltatások és a termékek között, ami azt termeli ki, hogy egyre jobb minőségű terméket egyre olcsóbban kapjak. Egyre jobb szolgáltatást egyre kevesebbért kapjak. De az óriás cégek is ezt nyomatják, ezt nem, a dumát. Nem, ez hazugság. Ez hazugság. Valójában ők nem engedik versenyezni a termékeiket. A termékeik versenye helyett a termékeik marketing költségvetései versenyeznek. Hirdetései versenyeznek. A tudatiparban felvásárolt részesedések versenyeznek. Hát leváltották a termékeket, és így ezeknek az evolúciója így el van térítve. Már nem kell jobbnak lenniük, mint a másik, mert nem ez alapján fogyasztasz. Sőt, megszületett a tervezett avulás intézménye, amikor valami éppen elszaródik, és ez egy nagyon jól működő technológia jele. Na, ezt vesd ki. Hát a tervezett avulás az azt jelenti, hogy az adott terméket bizonyos élettartamra tervezik. Veszel egy mosógépet, és az a mosógép az nem fog neked mosni 30 év múlva, mert bele van rakva egy lejárat, így vagy úgy, és az neked el fog szaródni bizonyos idő után, hogy újat kelljen benned, mert annak a cégnek így éri meg. Tehát már nem az én elégedettségem a cél, már nem az én jobb minőségű életemért folyik a verseny, hanem az a cég lenni akar, a cég önérdeklett. Tudod? És ő akar növekedni. És ez millió externáliát termel, de eddig csak így kiszórta, kifosta az externáliákat az öblökbe, meg a levegőbe. Tehát ez azt a szemléletmódot hozza, de, meg azt a de újabban, hogy... De újabban már magát az ügyfelet is átveri. Tudod, magát az ügyfelet, akinek kínálja, aki őt választja, és egy jobb minőségű terméket kéne kínálnia, aha, de nem éri meg jobb minőségű terméket kínálni, mint a konkurencia, mert nem így realizálja a fölényét a konkurenciával szemben. Vagy a pozícióit a piacon, hanem egy virtuális térben, egy marketing térben, egy hirdetési piacon. Ezért már a hirdetések versenyeznek, a cégek egy virtuális térben versengenek egymással, és a termékek meg a szolgáltatások már nem lesznek jobbak, mert már nem ez alapján fogyasztunk. Már nem ez alapján, már értékesítenek. Ők értékesítenek a marketingen keresztül. Te pedig az üzemanyaga vagy ennek a gépnek. Megeszed a szart. Hát igen, és itt pörgeted a GDP-t. Jó, itt nyugaton, tehát itt az Európai Unióban, Amerikában, meg Koreában, meg Japánban, meg Kína felében kb. A fogyasztásoddal termeled a GDP-t. A világ összes többi helyén meg a termeléseddel termeled a GDP-t. Uh-huh. Tehát vagy dolgozni kell, vagy fogyasztani kell ahhoz, hogy pörögjön a gazdaság. Hát mi itt az Európai Unióban vállaltuk a fogyasztást. Na most hát valakinek ezt is csinálni kell. Hát igen. Igen. Kényszerű kötelesség. Mi elvégezzük. Elvégezzük. Ha igen. Kell. És akkor figyelj, ez az a szemléletmód és az a gyakorlat jár ezzel, hogy vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el. Érted? Nem is tehát én gyerekkoromban emlékszem, még... Miért is akarnád megtartani? Még javították a tévét, rádiót, biciklit. Érted? De maga az értékszemlélet változott meg. Is. Mi volt akkor a jó? Az volt a jó, ami jó, és már az apámnak is működött, meg nekem is működött, és ez mindig működik, ezt nem lehet szétverni. Ez örökké működni fog, és tényleg azt tudod érezni, hogy átadhatod a gyerekednek. Ez számított jónak. Egy jó rádió, vagy egy jó óra, tudod, vagy bármilyen tárgy, ami jó, mert jól van megcsinálva. Tartós, és pontos, és jó. Érted? És mi lett most az érték? Ez fölváltotta az új. Az új. Miért kéne, hogy jó legyen? Hát új. Itt van az új. Az új lett az érték. És a jó, az meg hát lemaradt.
Ezért most szarabb. De új. Új szarabb. Ez lett a kapitalizmusból. Tényleg a termékek és szolgáltatások evolúciója zajlik. Lehet. Na nem már. De. Nem, én nem de. Hiszem, hogy a termék, ennek a terméknek meg a szolgáltatáshoz semmi köze. Ezeknek a cégeknek van egy növekedési versenye. De az és ezért alatt... zajlik minden. Minden és minden más mellébeszélés. És minden más kamu. De várjál, az evolúciót nem így értem. Hanem most a memetika jutott eszembe. Valaki úgy fogalmazta meg a memetikát, a mémek, a kulturális evolúciót, a mémek evolúcióját, hogy a te agyad az a mémeknek egy ilyen szeméttárolója, és ott zajlik a kiválasztódás. És memetikai szempontból nem az van például, hogy te a könyvtárba elmész, és akkor ott információt fogyasztasz, hanem az ember egy eszköz arra, hogy egy könyvtár újabb könyvtárat hozzon létre. És ha belegondolsz, akkor egy kicsit ilyesmi ez az áru elszabadult, mint a robotok a science fictionbe, érted? Elszabadult. Lehet, hogy nem is a menedzserek a izéket, az oka. Ők is csak a tárgyak evolúciójának és szaporodásának az eszközei. Ha memetikai szempontból nézzük, akkor ez egy nagyon horrorisztikus folyamat. Vágod. Hát az megtörtént, hogy az evolúciót, amikor, tehát hogy mondjam, az ember az evolúciót egy kicsit túl lassúnak érezte. Tudod, az emberi válás egy nagyon-nagyon-nagyon friss dolog. Nem olyan... Föltörténetileg. Hát az élet történetében. Tudod, igen, egy nagyon-nagyon friss dolog. Tudod, éjfél előtt, nem tudom én, 15 másodperccel igen, vagyunk, vagy igen, nem. Igen. Tehát... Egy iszonyú friss dolog. Tehát mi nem érünk rá, ez az evolúció meg egy kurva lassú dolog. Tudod? Kurva lassú. És mi egyszerűen nem érünk rá. Nem érünk rá erre. És főleg a felvilágosodás után beletorkolva a modernitásba, így végképp jött a 20. század, végképp nem érünk rá erre. Tudod? És el kell kezdeni felgyorsítani ezt. Valójában a tárgyakra áthelyeztük az evolúciót. Már az ősember elkezdte ezt a műveletet. És a tárgyaink evolválódnak már. Mert a mi evolúciónk az annyira lassú, hogy mi ezt nem győzzük kivárni emberként. Ez nevetséges. Majd mi leképezzük ezt. És amikor majd a tárgyak uralkodnak... Philip K. Dicknek az Ubik című regényébe egy olyan világ van, figyelsz, hogy a lakás, meg annak az összes berendezése ilyen intelligens, és pénzt kell mindenre bedobni. Például az, hogy a hűtőszekrény kinyíljon, figyelmeztet, és akkor be kell dobnod egy pénzt, és kinyílik a hűtőszekrény. Ugyanez a lakásajtóval, meg mindennel. Képzeljétek el. Jó, mi? Én parabolaként értelmezem most ebben a kontextusban, tehát a tárgyak uralma az ember fölött metaforájaként inkább, és nem konkrétan, tehát nem hiszem, hogy a pohár majd nekem beszél be az meg, hogyha újra tölteni akarok bele, akkor nem tudom ezt és ezt csináljam. De a szemléletmód az érdekes. Igen. De hogy a tárgyaknak volt, azért tényleg volt egy evolúciója folyamatosan. Tehát folyamatosan ezek egyre jobb minőségűek lettek. És ez valahol, ez a folyamat, amiről beszéltem, tudod, ez megtört. És most már nem ez, most már... Ja, értem, aha! Ez megtört, ezt eltérítették. Nem tudod, egy minőségi ugrás technos... történt, nem. Hát valamilyen értelemben igen. Csak mennyiségi. Mennyiségi. Tudod, az történt, hogy mindenből van új. Új és elég jó. És akkor hogy ki voltál akadva, hogy arról beszéltünk, hogy... Mit tudom, új mobilt kell vegyek, és ez mit tudom, nem szeretem. És akkor, hogy az ajándékok, hogy akkor karácsonyra, meg mit tudom én, milyen ajándékot veszünk, meg magamnak mit szeretnék. És akkor mondom, bazd meg, Robi, nekem a számítógép, a mobil, a tévé, vagy ha tudnék vezetni, az autó, az olyan lenne, mint hogyha mit a harapófogót, kukát, vagy fűrészt vennék magamnak ajándékba. Régi könyveket, csodálatos, de tényleg kristálybutha szobrot, már eredeti kristályból, kombinált fogót a karácsonyfa alá, hát isteni. Régi pénzt, én ilyennel szeretem meglepni magamat, érted? 14. Lajos korabeli egy ekűs példa, meg ilyen. És mobilom, a heggesztőkesztyű nem fér oda. Na, de a mobil nekem ilyen az, mint a heggesztőkesztyű, meg a fűrész, érted? Vagy a kombinált fogó. De tényleg.
ilyen használati eszköz. Te bezzeg élted a mobilodon, ott volt a üző az SR kép, hogy a kéz rajzolja a kezet, ami őt rajzolja, tudod azért? Na. Vágod, vágod. Én szóval, hogy, az történt, hogy egy de-evolúció van most. Tehát egy... Ezt most találtad ki, ezt a fogalmat. Hát mi az a... Nem tudom, involúció. Nem, a revolúció. Nem, a visszafejlődés. Aha. Elkezdett a dolog már regresszió. Nem fejlődni, hanem visszafejlődni. Elkezdett visszafejlődni egy olyan szintre, ahol optimális a tőke növekmény szempontjából. És még szójátékot is lehetne a devillel. Devolution. Devillution. Ez a marketinges szólt most belőlem. És mit rázod a fejed? Te is szoktál ilyeneket mondani. Persze. Ne. De nem, komoly témák ezek, csak hát azért mégiscsak egy talk show, egy pincébe. Na ja. Na ja. Hát igen. Azt tudtad-e, hogy az amerikai... De még ezt a témát még ragozzuk, mert ragozzad. Az jutott ez, ja, mert hogy már más topikra ragozzad, akartam. Jó, én figyelj, szívesen. Az jutott eszembe, hogy beleteszik a hibát. Tudod, mi jutott eszembe? Beletette valaki a génjeinkbe azt a hibát, hogy előregszünk, elromlunk, és meghalunk. Hát, bocs, érted? De szerintem az nem. Égi menedzserek beletették a izét, és az ember eldobható, és de nem, szaporodunk is ráadásul. Én értem, amit mondasz. Analógia. Szerintem nem. Nem hiszem. Tudod, mi az, aminek nincs élettartama? Mi az, aminek nincs lejárata? Hát a minden lélek, rajta van. A szellem, nem, na igen, az Isten. Ami az anyagi világban van. Bármilyen alakzat. Bármilyen alakzat, bármilyen formában. Mi az, ami... Nincs, igazából még a szubatomi részecskéknek is van. Mindennek lejárati ideje van. Igen. És ebből tudjuk, hogy van. Mert ha nem lenne lejárati ideje, akkor nem lenne, akkor az a létezés volna maga. A létezésnek nincs lejárati ideje, látod? Aha, meggyőztél. Szellemi ember. Szóval, hogy szerintem a válságra... ami van, az született, és véget fog érni. Amire ez nem igaz, az már a létezés, és nem létező. Nagyon elfilozofáltuk ezt a kapitalizmus válságet. Én azt hittem, hogy most itt a cégek, meg ezek a harcok a cégekkel. De most nézd, minden problémánk a fenntarthatatlan növekedésből fakad. Nem? Szerintem minden problémánk, ha visszavezetjük a egyetlen egy ősokra ezt az egész válságot, amiben vagyunk, az ez. Igen, és általában váratlan, hirtelen összeomlás. És kontrollálhatatlan, tudod, meg az, hogy az intézmények, tehát tudod, amiről annyit beszélünk a mehanonról, amiről a kafkai életmű szól. Uh-huh. Ez a mehanon, ez már annyira átvette az irányítást, hogy már nem tudjuk, tudod, nem tudjuk a folyamatokat megállítani, és így és tudod, mi a legijesztőbb? Hogy így prognózisok sincsenek a világ végére, hogy lesz. Tehát erről például így fogalmunk nincsen. Hát nézd, vannak elképzelések analógiák alapján, te olvastad a Jared Diamondnak a Járványok, háborúk, technikák című ilyen világhírű, ilyen féltudományos bestsellerét. Egyébként egy okos könyv. Most függetlenül attól, hogy bestseller. Na, ugye a klasszikus, ő ilyen civilizációs összeomlásokat hoz, meg elemez. És ugye az egyik klasszikus ez a Húsvétsziget. Ott a csendes óceán keleti térségébe, kurva messze még Amerikától, de már nagyon messze Óceániától. Tehát egy szeparált valami, és ahogy ott kicsibe fölélték a környezetüket.
és hírte, és aztán egy kurva nagy összeomlás történt, a lakosság nagy része kihalt, a civilizációjuk megsemmisült, a rongorongó írást máig nem tudjuk megfejteni, érted? Tehát összeomlott az az egész. És picit ilyesmi a földbolygó, tudod, az óceán közepén nincs hova menni, bár Elon Musk szerint a Marsra tudunk, tehát ez optimista. Ez jó hír, és Teslával megyünk. Optimista szenárió, Teslával. Ja. És szólni fog a rádió benne, bár nincsen semmilyen közeg, ami közvetítse. Tehát szólni fog úgy, hogy néma lesz teljesen, hiszen nem szól. Többször előfordult ennek a csávónak a neve, egyébként tőled ismerem, én addig kurvára nem foglalkoztam vele. És mi a véleményed erről a Fosserről amúgy? Tehát extravagáns pojáca, vagy komolyan gondolja, vagy idealista, vagy fanatikus, vagy érted? Lehetőleg rosszabbat gondolom róla. És az mi? Hogy ő az istenember, ő az új istenember. Ő, tudod, ő az, akiben így lehet bízni, ő az, aki majd így megváltja az emberiséget. Ugye a technológia az új megváltástan. Azt tudod, hogy na majd a technológia megoldja. A technológia. Tudod, pont úristen, a technológiában ilyen nagyon, nagyon szépen és nagyon plasztikusan ölt testet az, ami a összes problémánkat okozza. Tudod? Hogy majd ezt fogja megoldani. Igen. Tudod? Ennyire közel még nem jártunk a probléma forrásához, és ők azt mondják, hogy ez lesz a megoldás. És hogy fogja megoldani? Tehát hogy fogja a technológia megoldani azt, amire hogy majd jó üzlet lesz megmenteni a Földet egy nap? Ja. Tehát, hogy valójában ez a nagy ígéret. Ez a nagy megváltástan. A cégnek a névadója Nikola Tesla, horvátországi szerb, egyébként kiváló magyar kapcsolatokkal, tudod, ki volt Tesla? Természetesen. Egyik legnagyobb feltaláló. És az viszont ilyen messiási, tehát a csávónak ilyen mindenféle okkultista víziói is voltak, érted? Tehát ő egy, de nem egy cinikus faszi volt. Ő valami ilyesmit vizionált, ilyen technológiai megváltás, de nem ez a hideg materiális alapon. Nem tudom, olvastál te ilyen Tesla írásokat? Őrült beszédek, abszolút. De ezeket az ilyen, nem is tudom minek nevezni, ilyen okkultista agymenések, érted? Most figyelj, a Nikola Tesláról beszélünk. Értem, most a Tesláról beszéljünk, vagy az Elon Muskról? Mert az Elon Musk kapcsán, tehát hogy a kettő közti különbség, tehát az Elon Musknak a cége a Tesla. Igen. A Nikola Tesla az milyen figura volt, és az Elon Musk milyen figura? És a Nikola Tesla pont nem olyan, tehát nagyon más, tehát a kettő. Tehát nem azt a megváltói vonalat viszi az Elon Musk, mint a Nikola Tesla volt. Igen. Aki a találmányaival, a rejtett erők, erőforrások és az emberiség megváltása, tehát a csávónak ilyen vízei voltak, víziói, meg ilyen ambíciói. Meg hát amellett egyébként ilyen különleges képességei, tehát olyan érzékelése hát volt, hogy a óra ketyegését hallotta Nikola Tesla odébb. Nikola Tesla és Elon Musk mondjuk úgy viszonyulnak egymáshoz, mint mondjuk a... Valaki azt mondta, hogy Trump és kicsoda? Kennedy és Trump. Mennyi illúzió. Kennedy. És Marilyn. Szóval kb. Mint Jim Morrison és Elvis. Mondjuk. Kinek a javára? Hát mondjuk az Elon Musk az Elvisnek felel, meg a Tesla az meg Jim Morrisonnak. Csak itt időben fordította. Igen. Szóval itt időben fordította szerep. Igen, mondjuk így, ilyen módon. Ja. Szóval nem tartod a csávót egy... Nem, de tudod, az inkább a mémet, az archetípust, a Steve Jobsot, aki tényleg megváltoztatta a világot, tehát hogy azért az okostelefon, amit meg mindenkinek a zsebében ott van, igen. És mindenkinek a legfőbb társa és első számú barátja, mind közül. Aki tanácsot ad neki. Igen. Tudod, így feltalálta a... Hordozható zsebszámítógép, könyvtár, és ennél telefon, több, igen. Mozi. És ennél tényleg több. Elgondolkodtam, hogy a 70-es években
Ha visszamennék időbe, hogy magyaráznám el? És hogy ezen például le lehet modellezni, ezen le lehet modellezni, hogy hogyan vált meg minket a technológia. Hogy így. Jobb lett ettől az életünk? Jobb minőségű lett? Hát az enyém biztos nem. Nyilvánvalóan nem volt döntés, hogy vállaljuk ezt, vagy sem. Vállalnunk kellett. Ez törvényszerű volt. De hogy nem biztos, hogy jobb lett tőle az életünk. Tehát hozott egy megoldást egy problémára, és hozott egy iszonyatos függést a megoldáshoz, vagy a függést a megoldástól újabb és újabb problémákra. Tehát kapsz, hogy mondjam, minden karnyújtásnyira lett. Minden információ karnyújtásnyira lett. És tudod, okosabbak lettünk? Vagy így többet értünk? Vagy hát, jobb lett a... Vagy, a felső oktatási intézmények hallgatóit nézve nem. Tehát, tudod, nem, vagy nem, nem, ez most kivételesen nem a tanár poénkodós gyalászkodása, tehát annak idején, amikor nem, ezt most komolyan gondolom, tehát annak idején, amikor el kellett menni, tudod, a könyvtárba kutatni, és akkor a keleti könyvtár, az akadémiai könyvtár keleti gyűjteményében voltak csak meg, mit tudom, x egyiptológiai, meg egyéb dolgok, és akkor nem is tudtad azonnal kivenni, hanem csak másnap vagy harmadnap adták ki, meg kurva drága volt a fénymásolat, meg nem volt az információnak egy súlya, meg egy értéke, de itt most nem is ez a lényeg, de ez is lényeg, ez is kurvára lényeg. A másik lényeges pont pedig, hogy módszeresen, rendszeresen kutattál, dolgoztál, és nem pedig az, hogy hirtelen megnézem, a szart ráadásul, meg össze-vissza bolyongok. Tudod, mit olvastam most például? És ez nagyon ide tartozik, hogy a okos telefonokon fölnőtt gyerekeknek nincs már semmiféle, tehát a kitartásuk, érted? Meg türelmük. Uh-huh. Türelmetlenebbek, nincs kitartásuk, tudod, hát azonnal megnéz mindent, és az élet is ilyen. Kurva nagy okostelefon, azonnal, most, rögtön, ott kell lennem, akarom, stb. Átalakult az idő meg a tér. Rossz irányba. Ez az, amit egyszer mondtam. Összeszűkült a földgolyó. Én még emlékszem azokra a csodálatos, romantikus, tehát amikor az elme tágul ki, az elme kitágul azáltal, hogy van még tér a földön, és ábrándozol, hogy elutazni, mit tudom én, Indonéziába, érted? És az olyan titokzatos, meg érted? Vagy akár még csak egy közelebbi országba. És akkor most, érted, összeszűkült, világfalú, és a belső tered is összeszűkült ezáltal az elmédnek a tere, érted? És ez kifejezetten káros. Ez káros. Spirituálisan is. És spiritualitás alatt most nem a vallásosságot értem, természetesen. És akkora a feltöredezés, hogy már nincs az emberiségnek közös élménye. De semmi. Tehát már nincs az emberiségnek közös... Van, hogy ne? Egyre inkább közös, erről beszéltünk, például a repülőtér mindenhol ugyanolyan. Na igen, de az nem közös. Érted? De az nem közös élmény. Az mindenkinek bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között. Most hogy értem a közös élményt? Én tudom, hogy érted, csak vicceltem. Tudod, akár azt mondom, hogy a Beatles, az az emberiségnek, az egy közös élmény volt. Az egész emberiséggel megtörtént. Az a 8 év, amíg volt a Beatles. Hát Közép-Afrikában kevésbé, de igen, értem, amit mondasz. Közép-Afrikában kevésbé világos, oda kevésbé jutott el. De akkor is egy nagy közös élmény volt. Így van. És volt egy csomó ilyen közös élmény, ami az egész emberiségnek a közös élménye volt. Tulajdonképpen a történelem ilyen volt. Most már, mivel nincs közös élmény, mert feltöredezett a kulturális tér, és mindenki a saját buborékjának, a szubkultúrájának az élményvilágát fogyasztja, ebből fakadóan talán 4 évenként van egy VB döntő. És azt aztán megnézik kurva sokan, és az mondjuk talán egy ilyen közös élmény, amit még az emberiség együtt él át. De ezek ilyen ritka dolgok, és igazán komoly tétjük már soha nincs. Már tulajdonképpen csak... Világos, értem. És ráadásul a buborék, amiről beszélsz, meg mindig szoktál beszélni, az
egy szedet vetett élményvilág. Összeválogatott. Ma már nem lehet megszűnt létezni az a minőségű sztárság, amilyen sztára Michael Jackson volt. Na jó. Vagy amilyen sztára, most akár jó, azt mondom, értem. Hogy az Elvis Presley volt. Led mondjuk Zeppelin. Most tök mindegy, a Led Zeppelin. Nekem jó, az. Jó, te neked, de most amilyen nagyon sztár azt mondod, hogy tudod, volt egy csomó olyan megkérdőjelezhetetlenül nagy sztár. Ilyen hatalmas világsztár. Ma már ez sincs. Ma már nem létezik. Ma már a legtöbb, amire viheted, az az, hogy Justin Bieber. És akkor most hallottad már ezt a nevet? Tőled, igen. Na, tehát... Igen. Ez egy ilyen... És akkor ez ne, a legtöbb, valaki amire azt viheted. Írt, hogy hívták azt a csávot, aki meghalt a Kurt Cobain? Cobain. Hogy annak a reinkarnációja a Justin Bieber. Ezt egyébként ironikusan mondta egy haverom, a Konok Péter. Ne legyetek öngyilkosok. Ne legyetek öngyilkosok, mert Ákosként születtek újra. Igen, igen. Ja. Hát azért nem csak Justin Bieberek vannak, figyelj. Nem tudom, hát... Például egy Brad Pitt, vagy egy jó színészek, érted, azok mekkora sztárok? Egyre kevésbé. Aha. Tudod, egyre kevésbé. Maga a mozi szűnt meg a első vonalas kultúrának lenni. Tudod, maga a mozi. Maga a mozi egy ilyen szórakoztató akciósó, amiben nagyon bele tudod élni magad mindenféle látványos jelenetekkel, meg CGI-jal. Egyre kisebb nevekkel, egyre jelentéktelenebb nevekkel. Tudod, ma nagy mozisztárjait úgy hívják, hogy Dwayne The Rock Johnson. Bazd meg. Aki a 20. században egy ilyen harmadosztályú pankrátor volt, az ma ilyen teljesen a világon a legnagyobb sztár, úgyhogy így színésznek így nem is lehet nevezni. Tudod? Igen. Így nevetséges, igen, tudod? Igen. És így ő a legnagyobb. Igen. Tudod? Így... Ez sincs már. Egyszer, most amikor a hétmesterlövészébe gyűjtöttünk ilyen csávókat, tudod, a Dragon, akárki, meg a Szikla, The Rock, ott van, érted, meg de ezek. De hát ő róla beszélt. Ja, róla beszélsz. Jó, igen. Igen. Nem, ott az volt, hogy a 10 legszarabb, és akkor volt olyan, hogy 4 ember volt egy személyként. És azt mondtuk, hogy az ugyanaz a személy, tehát egy. Értitek? És akkor emlékszem, volt 4 komikust is összeszedtünk. Igen. Akik ugye Adam Sandler, Ben Stiller, Rob Schneider, és Owen. És Clive Owen, igen. De hogy az egy ember. Tehát azért jó, volt ez, a 10-ben, mert egy ember. Na, tehát jó. Értitek? Jó. Nem megosztott helyezés, nem az van, hogy a dobogón 4-en állnak, egy ember áll. Vágjátok? Fordított skizofrénia, tudjátok. Tehát nem osztódik, hanem összemegy. Egyé válik. Na igen. Szóval... A cégek. Igen. Kapitalizmus. Igen, hogy meg a... amit akartam, figyelj. Lenin. Tudod. Eszembe jutott. Leninnek van egy ilyen műve, hogy az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. És tudod, ez volt a régi marxista-leninista tézis, hogy a nagy hal megeszi a kis halakat. És létrejön a trösztösödés, meg a monopólium. És az már viszont a kapitalizmus válsága. Tehát több mint 100 éve írtak ilyeneket. Most hagyjuk azt, hogy Lenin. Persze vicces, meg minden, de hogy a gondolat már akkor megvolt. Erre most mit szólsz? Azt tudjuk, hogy a Lenin az azt is... Nem a Leninhez, a gondolathoz, te! Igen, várjál, csak ezt akarom tovább fejteni, hogy a Lenin már azt is megmondta konkrétan, hogy a kapitalizmus az válságok sorozata. Tehát, hogy a kapitalizmus újra meg újra válságba kerül, és aztán ezt a válságot kell kezelnie, és ennek ennek a válságnak a kezelése az imperializmusa a kapitalizmusnak, igen. Tudod? Hogy a válságot úgy kezeli, hogy kiterjed. Növekszik. Kvázi növekszik. A növekedés. Igen, erről, abszolút. Igen. Hát ez volt ennek a kritikája. Igen. De szemben majd a szocialista forradalom az elkerülni ezt. Igen. De szó nincs arról, hogy ne lett volna baj Jones gazdával. De hogy nem. Napóleon elvtárs volt a megoldás, azt is tudjuk. Ja, ja,
Ja, ja, bizony. Hát bizony. Szó nincs arról, hogy a Jones gazdával ne lett volna kurva nagy probléma. Hát igen. Az őrnagy a Lenin, és a... Hát az őrnagyban a Marx meg a Lenin van összegyúrva, hiszem, és akkor a Napóleon meg a Sztálin. És a hógolyó meg a Trocki. Igen. Olvassatok Orwellt, kurva jó. Csodálatos. Na, szóval... Hát én azt hiszem, hogy a kapitalizmus az valójában arról van szó, hogy ez a mechanon, ami a technológiában öltött testet, ez a növekedési ösztön, a tömegtársadalom természete. És hogy megszületett a tömegtársadalom a modernitásban, ez növekedni akart. Az első világháborúban eltérítette a nagyhatalmakat így ilyen iszonyatos katasztrófába, és ilyen meg nem lehetett megállítani. És tudod, ugyanez, aztán a második világháborút megrendezték rendesen, mert az első világháborút úgy gondolták, hogy ezt nem találták ki jól, és a másodikban aztán már tényleg ki volt találva rendesen, rendes ideológiákkal, meg mindennel, ami az első nélkül össze se jött volna. Ja, ja. És ezután így meg lett szelídítve, mert hogy így a szabadságot, meg a testvériséget így elvitte a maximumra, így a totálissá fokozta a mechanon növekedése, de a szabadság, azt tudod, az valahogy megszelídítette a mechanont, és földarabolta ilyen kicsi darabokra. Tudod, kicsi darabokra fölaprózta. És szerintem arról van szó, hogy ott még a brendek azok összefüggőek voltak. Összefüggő. A világnak volt egy kettős tudata. Az egyik vagy mondjuk inkább egy hármas a második világháborúban. Háromféleképpen gondolkodtak a világról az emberek akkor. És tényleg így volt. Ma meg már ezer van és millió. És ahogy volt akkor ez a három nagy brand, volt a Hitler, volt a Stalin, meg volt mondjuk, hívjuk úgy, hogy Churchill. Ez a három nagy brand. Churchill, nagy, mint metafora. Igen. Mindegyik metafora, igen. De, hát végül is. Hát igen. De hogy volt ez a három erős brand, és ebből a három erős brandből már így a liberalizmus, így a Churchill kvázi, a Churchill is eltűnt végül, mert ma már államférfiak sincsenek, meg semmi, ami képviselve lenne. Így a Churchill helyébe lépett a Justin Trudeau, kb. A Hitler helyébe, a Trump, Stalin helyébe, meg Putyin. Nem, én azt hiszem, hogy nem. Én azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy a Hitler helye meg a Stalin helye az ledőlt, és szétesett, és szét lett darabolva, és arra már nem ül le senki. Famoskodtam egyet csak. Na igen, és hogy... Hogy arról van szó, hogy egy millió brandre szakadt szét. Hát tudod, akárhova nézel, itt is egy márka, ott is egy márka. Ha ránézel, ott is egy márka, ott is egy márka. És ezek így körülvesznek minket. És most még egy ilyen viszonylag védett térben vagyunk, egy safe space-ben. De már úgy értem, hogy a reklámoktól nem nagyon, meg a brandektől, meg tudod, de hogy, és ezek, tudod, millió eszmétlenített eszme. Mert ezek mind eszmék voltak eredetileg. Vörös alapon, fehér körben, fekete horogkereszt. Ja, tudod? Igen. Tudod? Elvontan beszélsz most, amit nem szoktál. Vörös alapon, sárga, sarló, kalapács, kereszt berakva. Tudod? Ezek brendek voltak. Csak az Edelweissre mutatott közben. Most, de most érted, ez egy márka. De nem az Edelweisset lássad, bazd meg, ne azt olvasd le, hogy Edelweiss, nem tudod, vagy autista. Dugó van a városban. Igen, igen. Mutattam egy brendet, tudod? Ugye ez a brandé lett eszmétlenítve. Igen. Tehát maradt a márkajel, tudod, széttöredezett ezer darabra, és a dolognak már semmi tétje nincs. Tehát a növekedés meg van szelídítve. Már nem zabál emberhúst, úgy, mint az első világháborúban, meg úgy, mint a másodikban. Vagyis ha zabál is emberhúst, azt mi nem látjuk, mert az a harmadik világban zajlik, és ki lett szervezve olyan messzire, oda meg nem utazunk, speciál.
mert Tájföldre oda megyünk, de oda pont, ahol a, ahol a sweatshopok vannak, meg ahol gyártják a tárgyakat, amiket fogyasztok. Hozol mindjárt egy búzasört, ha kimész? Aha! Egy Edelweiss-t. Csak hogy legyen, mint szemléltetni. Várj, ezt már megiszom. Horog kereszttel kéred? Vagy sarló és kalapáccsal? Mindkettőt rakhatsz bele. Amit a vendég úr parancsol. Szóval, hogy ez, ez az egyetlen brand, amire mindenki feltette az életét, meg a másik brand, amelyik szintén az egyetlennek vallotta magát, és szintén az egyetlennek élte meg mindenki, aki rátette az életét. Meg a harmadik brand, az nem fejeződött ki ilyen ikonikusan, de mondjuk a... De azért nem fejeződött ki ilyen ikonikusan, mert ő már akkor sem gondolta ezt a dolgot annyira komolyan. Talán ezért sem lettek soha eddig még, hogy mondjam, a liberalizmus totalitarizmusának meszes gödrei megásva. Aztán még hozhatja így, de minden esetre azt látjuk, hogy meg lett szelídítve a dolog. Meg lett szelídítve. Kicsi és alig valamit jelentő brendekké. Szénsavas üdítőitallá, szárnyas betétté, mobiltarifa csomaggá, de ott van, és így ebben az állapotában már meg van engedve neki, hogy növekedjen. És hogy korlátlanul növekedjen. Mert hogy hát mi végre van a cég? Azért hoztuk létre, mert mi emberi lények a legmagasabb kozmikus rangon állunk. Mi nem akarunk növekedni sehova. Nincs hova. Mi nem tudunk korlátlanul növekedni, mert lelkünk van. És nem, a mechanon nem tud minket olyan módon megszállni. Ezért hoztuk létre a céget. Erre szolgál a cég. Hogy létrehozunk egy fiktív személyt, aminek személyiségi jogokat adunk, és ő viszont, és kötelezzük arra, és úgy rakjuk össze, hogy ő viszont korlátlanul növekedhessen. Sőt, kénytelen legyen korlátlanul növekedni, és ez még csak ne is mohóság legyen, hanem a féle működés. A féle mechanizmus. Ki kellett szervezni a mechanont, és mert önmaga nem tudta kárhozatra vinni úgy a világot. És azért, mert halandó. Mert halandó, mert a gyerekének csak géneket adhat át, meg eszméket adhat át, meg szeretetet adhat át, meg pénzt adhat át, de nem tudja átadni a növekedést. Nem tudja átadni a növekedést. Nem tudja az ember megélni a növekedést. De a cég meg tudja. Ez azt jelenti, hogy az emberiség kiszervezte a létezésének a funkcióját. Kiszervezte a cégre. A sarlóra meg a kalapácsra vigyázz, a torkodon ne akadjon. Kiszervezte a cégre, és most már a cég érdekében zajlik minden. A cég növekedése érdekében zajlik minden. És ez milliárd cég, világos, hogy egyik sem akar semmi rosszat, de mindegyiknek van egy nagy hazugsága. Hogy ő a szomjas embereknek szénsavas üdítőitalt akar adni, hogy azok ne szomjazzanak. Hogy ő a büdös szájú embereknek mentolos rágógumit akar adni, hogy azoknak ne legyen büdös a száj, és ne legyen kellemetlen a intimitás. Tudod? És hogy ő meg valójában biztonságosabb és jobb autóutat akar neked biztosítani, hogy eljussál A-ból B-be. Tudod, és mindegyik hazudik egy ilyet. És hogy valójában ez a hazugság, ez arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a létezésünknek, a mi létezésünknek a tényleges funkciójáról. Az pedig a cégnek a növekedése. Mi vagyunk az üzemanyag,
És a cég a cél. A személy. Ő a személy. Erről beszéltünk. Ő a személy. Igen, igen. Na igen, hát ez a helycsere. Ez a tömegtársadalom sajátja. Na most az emberanyag. Arról kéne egy pár szót beszélni ennek kapcsán, hogy lehet-e ezzel szembe menni, lehet-e ezzel ellen tenni. Érted? Na. Szerintem amúgy nem, de ha igen, akkor az két módon valósulhat meg. Egy zöld ökosztálinizmus, de brutálisan. Érted? És ezt most sem viccelek. Nyilván ilyen nem lesz. Tehát erre nincs társadalmi akarat, bázis, ez semmi. Meg jó kérdés, de hogy meg tudjuk-e menteni azzal a bolygót, hogyha komplett népeket táborokba zárunk. Jó, hát meg kiéheztetünk. Nem konkrétan erre gondoltam, de hogy az a brutális, központosított, tehát parancsuralom. Ez az egyik. De valószínűleg ez is csak ideig, óráig tartaná fel ezeket a folyamatokat. A másik, az meg ha az egyén befele fordul, és valami értékesebbet talál, és az esetleg ilyen járványszerűen elterjed, mint a kereszténység annak idején. Érted? Nem kell nekem, bazd meg, nem kell. Elég, ami van. Más. Mondjuk az Isten fontosabb. Most mondtam egy izet. Tehát ilyesmi. Ez igen. Ez igen. Vágod. De ennek, amikor ez meg fog történni, akkor fog véget érni ez a civilizáció, és kezdődik az új. Tudod? Ahogy Jézus az ókor végét. Igen. Hát ezt így átbeszéltük. De hogy ez az, ami ezt a folyamatot, egy ilyen ellenfolyamat, vagy egy ilyen alternatív folyamat, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Azt tudná ezt fenntartani. Feltartani, bocsánat, nem fenn, feltartani. Vagy elirányítani másfele. Hát én tudod, azt gondolom, hogy az nem elirányítaná másfele, hanem megoldaná. Tudod, az nem elirányítaná a folyamatot. A világ bajait biztos, hogy nem oldaná meg, mert az az emberrel, hogy mondjam, az emberrel együtt keletkezik. Nem, a világ bajait nem oldaná meg, de tudod, de nyilván új bajok, tehát megoldasz egy, tehát, hogy mondjam, az ókor az vajudott. Vajudott, mert érezte, hogy kitelt az ideje. Tudod? És szüksége volt a fizikai térben is, meg a szellemi térben is erőkre, hogy megszülessen. Uh-huh. Megszülessen belül a középkor. Vagy megszülessen belül a nyugati civilizáció, akkor így mondom. És, ja, 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 ja. És bár nem csak az született meg, mert a bizánc is abból született. De az is a nyugati civilizáció. Hát, az nem. Hát, de, az nem. De szerintem nem, meg nem az. Nem szoktuk oda sorolni semmilyen szempontból. Igen, de szerintem meg, de szerintem meg Oroszország az, nyugat? Máskor te kardoskodsz, hogy az nem nyugat, zsidó és az ősvezértér se nyugat. Meg a zsidó, de más, tudod, ez más felosztás. Egyszerűen más fogalom, más kategóriák. Tudod, a nyugat és a kelet az a nyugati civilizáción belül van értelmezve. A nyugati civilizáció az a zsidó-keresztény kultúra és az antikvitás. Igen. Ez két pilléren áll. Ennek az egyik pillére az Rómában van, a másik az meg Athénban van. Ez már Jeruzsálemben és Athénban. Azt vagy akkor így mondjuk úgy, hogy igen, Jeruzsálemben vagy Rómában és Bizáncban. Érted? Tehát, hogy ez a nyugati civilizáció, ez mind a nyugati civilizáció, Oroszország is az, és a ezen belül van a kelet, meg a nyugat. Csak helyesbitek, meg kicsit zavaros. Vagy a centrum és a periféria, így is hívjuk. A gyökerei vannak Jeruzsálemben és Athénban, és a pillére Rómában és Bizáncban. Így pontos. Igen. Na igen. Ezért ülök. Igen, igen. És ez a nyugati civilizáció. Tehát vajudott az ókor, hogy megszülessen belőle a nyugati civilizáció. És ehhez szüksége volt fizikai térben, meg a szellemi térben is erőkre. És a fizikai térben a népvándorlások, a szellemi térben, a kereszténység, meg a Jézus Krisztus
hozta el ezeket az erőket, amiknek a nyomán meg tudott születni a nyugati civilizáció. Az egy kurva érdekes, Robi, hogy az iszlám most, is ezeknek most az egy hasonló helyzet született, ám. Igen. Ezekből az erőkből született, mint egy ilyen mellékvágányként. Az iszlám, az iszlám az egy annyira bonyolult és annyira komplex dolog, és az a furcsa, hogy jó, rengeteg, most ne menjünk el ebbe az irányba. Én csak kiegészítettem. Igen. Tehát, hogy ezeknek komplex. Az erőknek volt az is a igen, terméke. Igen, igen, a mekkai és a medinai. Az most már részletkérdés, az más. Nem, szerintem az a fő kérdés. Jó, de most nem az iszlámról beszélünk, most másról beszélünk, csak azon belül, csak azt mondtam, hogy az iszlám is ezeknek az erőknek volt a terméke. Igen. És ezek az erők hozták létre. Na most itt is, most is ez ilyen szituáció van. Mint ami az ókor hanyatlása, az ókor vajúdása. Csak nem látom most semmit. Most Greta Thunberget látom. De nem Jézus Krisztus. Most ezek rándulások, amiket látsz a Greta Thunbergben. Igen. Tehát most ezek jelek, szülési fájdalmak, tudod. De hogy ezeknek el kell jönni. Most a népvándorlás az adva van. És hogy röhög rajta, basz? Hogy röhög? Már csak a Jézus Krisztus hiányzik. De tényleg, és azért én azért egy picit meg... És ahogy, tudod, ahogy vajúdik a történelem, és megkitermeli azokat a népeket, akik nagyon nagy területen nagyon sokan élnek, és nagyon vágynak a gazdagságra, meg kitermeli azt a területet, ami a limesz mögött. Igen. Így habzsol és dőzsöl, és hánytatja magát, hogy még tudjon zabálni, meg kúrni. Ez most már azért adva van. Tehát ez már azért megvan. Tehát a civilizáció végéhez nagyon-nagyon sok feltétel adott. És Rómában a szellem ugyanígy vajúdik. Ugyanígy vajúdik, hogy kitermelje önmagából azt, ami az eljövetel. Tudod? És ehhez természetesen a civilizációnk is, ahogyan ankor, te is említettél egy ilyen példát. Kambodzsa. Igen, Kambodzsában. Kiirtották azokat az erdőket, amik körbevették, mert akkorára nőtt a civilizáció, és egy ponton túl már olyan nagyon messze kellett elmenni vadászni, hogy már elfogyott, meg elmenni nyersanyagért, mert kiirtották az erőforrásaikat. Tehát Angkor pont úgy járt, mint mi most. Meg a Húsvét-sziget. Igen, meg a Húsvét-szigetek is, és általában ezeknek a civilizációknak így van vége. Vagy végük. És összeomlottak. Na most mi velünk is valószínűleg ez fog történni. Várj, még egy picit a limesekhez menjünk vissza. A folyamat ugye úgy volt, hogy a rómaiak kikicsaptak és uralták azért egy kicsit a limeszen túli területeket is. Aztán már nem bírták. Aztán a limeszen, aztán áramlott be a népesség, akkor azt visszaverték, utána pedig befogadtak bizonyos izéket, a germán törzseket, azok elhelyezkedtek a hadseregbe, mindenhol, aztán jött az egész, és összedőlt az is. Tehát ez egy hosszú folyamat volt az. Itt most ott tartunk, hogy fogadják be, és próbálják integrálni, a rómaiak is próbálták integrálni azokat a népcsoportokat. Nem csak, hogy próbálták, hát elképesztő sikerrel. Elképesztő sikerrel. Hát, de ennek mi a következménye? A barbárok tömegesen romanizálódnak, és a rómaiak meg tömegesen barbarizálódnak, főleg a limesz mentén. Tehát de úgy értve, hogy a limesztől több száz kilométeres sávban. Tehát az egész elkezd a kettő feloldódni egymásban. Ez már a nyugat születése. Tehát ez már a középkor hajnala. Mi magyarok mindig a limeszen voltunk. Mi a limeszen? Na hát ez a... És hát minden igen. Birodalom itt baszott rá. Igen. Hát mi most, vágjátok, ez egy mágikus hely. Szóval ez... Szaniszló Feri bácsi. Drága szívem. Jaj. Hogy eltűnt? Ja, itt él velünk, ilyen mondásokban, mint az előbb. De ő nem magadban volt ennyire, hordozod. Nem volt ennyire frappáns az érted. Ja, azért nem kell az öregnek a nyomdokaiba lépni, de. Nem, az nem, az erényeit elvitatni. Ja. Szóval, hogy most van ez a vajúdás. Ez a vajúdás.
De mert akkora a civilizáció, és mert akkora, mert annyira globális a kapitalizmus, meg globális a növekedés, mert olyan szelíd, le lett szelídítve, le lett lassítva. Jó, nem, lassítva nem, valójában. Csak föl lett aprózva. És téptelenítve lett. Meg érvénytelenítve lett a növekedés. Ezért most már a növekedés csak a növekedésért van. Utolsó ideológiája önmaga. Növekedés, mert az jó. Növekedés, mert az aktivitás az jó. A passzivitás az meg hát nem jó. Tehát... Ez jó. Mert ugye az aktivitás... Olyan műsor van, hogy aktív. TV2. Micsoda izék... asszociációkban az meg. De ugye olyan műsor nincsen, hogy passzív. Ezt ki a faszom nézné meg? Én. Én biztos. Egy ilyen címmel, érted? Hát azonnal fölkapnám a fejem, pont azért, mert unikális, egyedi. Igen. Csináljunk egy ilyet. Csináljunk, passzív. De akkor már egy passzív-agresszív címmel. Egész műsor jó. Ilyen érzelmi zsarolás lesz, hogy jó, oké, nem akarod, nekem nem fontos. Na, jó. Figyelj, aki rendben. A kislányommal szoktam ilyen izéket, persze, hogy tudja, hogy izélek. Jó, mondja csak a kislányodról, biztos fontosabb. Okay. Tökéletes. Nyalizzál, higgyed azt, hogy ezzel jóvá teszed, persze. Jó. Hogy egy barátomat idézem egy régi mondását, hogy gizda vagy, bazd meg a kurva anyádat. Egy rapper csávónak mondta egy barátom egyszer egy ilyen vetélkedő, mi is ott az? Ki mit tud? Valami ilyesmibe, igen. Na, tudom... Poéngyilkos te. Na, tehát a... Tehát... Lehessen piros lapot adni? Tényleg. Vagy sárga lapot, tudod? A nézőközönség. Ja, kurva jó. Passzív. Ez aktív, agresszív. Ne, ez most már az. De figyelj! Tehát a kislányommal szoktam ezt a ízét, és utána azt mondom neki, hogy na kislányom, ez az érzelmi zsarolás. Tudod, így tanítom őt. Jó. Pofázzál csak bele, éjj csak vissza azzal, hogy nem adhatok neked piros lapot, persze. Biztos igazad van. Az annyira jó, mert ezekkel az emberekkel egyáltalán nem lehet vitatkozni. Oké. El se kezdődik, igen, okay. Igen, a vita. Hát igen. Honnan jött ez a kurva passzív? A passzívból, meg az aktívból, hát a passzívból meg a tévékből. Nem csinálok, nem nézek olyan műsort, hogy passzív. Tudod, az aktivitása jó. Ez a, így felszívódik, a, tudod, egy árnyékmorált képez. Uh-huh. Az árnyékmorál szerint az ambíciózus az jó. Az a sikeres... Mérve ezt kb. A profiton, meg a tulajdonon, meg a birtokláson, az jó. Az jó. Tehát el lett térítve az erkölcs. Az erkölcs, meg a morál kapott egy elsődleges jelentést, és az addigi jelentése, az meg így hátralépett. Hátralépett a háttérbe. És persze tudunk róla, hanem ezt a dupla gondolt, ezt így mindenki észben tartja. Mindenki tudja, hogy mi a jó, meg mindenki tudja, hogy mit tart a világ arról, hogy mi a jó. És folyamatosan meg kell felelni mindkettőnek. Mert ha az egyiknek nem felelsz meg, akkor megvetés kívülről jön, ha a másiknak nem felelsz meg, akkor a megvetés meg belülről jön. Tehát mindkettőnek meg kell felelni, az erkölcsi jónak is, meg a világ ítéletének is. Amely, tudod, amiről beszélnek, amit így ilyen öntudatosan vallanak meg az ilyen egótrénerek, meg pszichopátiás brókerek. Tudod, hogy így faszom! Lerakok ide egy sluszkulcsot, rakd le mellé a sluszkulcsodat, és meglátjuk, hogy ki a jobb ember. Vagy ki a sikeresebb ember, vagy ki vitte többre. Tudod, az életedet nem kiteljesíteni kell, hanem ennek az elvárásrendszernek kell megfelelni. A Glengarry Glen Ross című kamaradarab filmbe, ami ilyen csupa világsztárral
és egy nagyon erős kapitalista kritika, társadalomkritikus. Maga egy Hyundai-jal jött ide, én pedig egy 50 ezer dolláros BMW-vel. Na ez vagyok én. És még azt is mondja az Alec Baldwin, hogy szarok arra, hogy te jó apa vagy, meg jó fér, meg jó ember, nekem, mit tudom, ilyen márkás, mondtam márkád, mert elfelejtettem, órám van. Érted? Ez az óra annyit ér, amennyit a maga kocsija. Így fogalmaz. Így, ja. Igen. Nézzétek meg, kurva jó film. És persze senki nem ismeri. A filmet. Senki. De bazdmeg, Alec Baldwin, Al Pacino, Jack Lemmon, érted? Tehát, Kevin Spacey. Egyik legjobb ilyen durván ezt a kapitalizmust kritizáló kamaradarab film, kurva jó. Ed Harris, ja. Meg az a csávó, aki a Verebet játszott a Brazilnak a főszereplője, vagy nem tudom, állnak a színésznek a nevet, az is az átbaszott ügyfél. Na jó, mindegy, tehát visszatérve, figyelj, tudod milyen gondolat? Elsiklottunk, pedig ez egy nagyon lényeges momentum volt, már nem a párt, hanem a pillanat, hogy, fú, de szar volt ez, hogy csak ezt a szót meghallom, hogy momentum, mindig arra kurva pártra gondolok. Tehát ez miközben ezt használtam azelőtt is, érted? Hogy ez mémfertőzés bement a tudatomba, érted? Bement a tudatomba. Átvette az uralmat. De valójában nem ez történik? Nem ez a tömegkultúra? De. Na mindegy, a gondolat. Tehát, hogy az, amikor azt mondtad, hogy is fogalmaztál? Tehát a növekedés ideológiája maga a növekedés. A totális öncél. Már nincs saját jelentése. Sőt, még a párodtól tanultam azt a mondást, azért mondom, bocs, Edina, csak mert nem tudok plagizálni, vagy nem szeretek plagizálni, hogy a cél szentesíti a célt. Vágod? Tehát ez már ez a szint, érted? A cél szentesíti a célt. Tudod, szóval, hogy mindenki az eszköz úgy szentesíti az eszköz. Mindenki úgy áll, tehát az üzleti életben is az az elvárás, amit az Adolf Hitler kb. Teljesített a keleti fronton. Győzünk, vagy győzünk. Tehát nincs alternatíva. De aztán mégis elpicsázták. De leginkább azért picsázták el, mert ilyen elég általános történészi álláspont, hogy Hitler javarészt azért vesztette el a keleti háborút, mert az összes hadparancsa az volt, hogy teljes erővel előre is itt és tudod, akkor, amikor meg nem tudtak támadni, akkor meg mindig az volt a mondása, hogy tartani. És soha, tudod, nem adott föl pozíciót, állást, hanem így végig ez ment. És a tábornokok voltak mindenére hibásak. Igen, meg az igazság... Ki kellett volna őket végeztetni, mint Sztálin csinálta, tudod, de ott mondta. Valami nagy igazságot mondott ki. Tehát ott kb. Egy pillanatra megértette, hogy miért győzött Sztálin. Aha. Ja. De ez elvileg logikátlan. Tehát tudod, kezdődni fog a világ valaha volt legnagyobb háborúja. És az egyik hadvezér, az így kinyírja a összes katonája, összes jelentősebb katonáját, parancsnokát. Kiírtja. Közvetlen a háború. De a jó szakemberek. A legjobbakat. Olyanokat, akik feltaláltak új hadrendeket. Tudod, új hadviselést hoztak, és találtak ki, és vezettek be a vörös hadseregben, akik már nem érték meg a háborút. Tehát őket kiirtotta Sztálin. Őrületesen nagy hiba, és vissza kellett volna ütnie. És nem ütött vissza, mert a szisztéma, amelyben bármikor, bármelyik tábornok meghalhat, bármikor, az jobb annál, mint amit az észérv, vagy a józan ész mondana, hogy a jó szakembereket ne ölesd meg, bazd meg. Hát ők fogják megvédeni az országot. De nem? Azért voltak kurva nagy járulékos károk, tehát a finn-orosz háború
a kis létszámú finn csapatok szarrá verték a ruszkikat. És nem belefért. Még ez is belefért. Ez volt a hozzáállás a Sztálinnak az egész háború. Emberanyag van. Emberanyag van. Most azon gondolkodom, figyelj, melyik tábornok volt az, aki nemesi származású volt, a cári hadsereg, és vegyi fegyvert, meg ilyeneket kitalált, és a Sztálin szintén kivégeztette? Ismert név, csak nem jut most eszembe. Ő mondta egyébként azt, az első világháború végén, már bolsevik forradalom már kitört, és a tiszti kaszinóban mondta több ilyen nemesi származású cári tisztnek, hogy fölállt az asztaltól, uraim, én a söpredékre fogadok. És átment a vörösökhöz. Egy darabig jól ment, csak aztán őt is meg az egész családját kiirtott a Sztálin, tehát a söpredékre fogadok, az a karrierjét ugyan megdobta egy darabig. Na, jó, mi? Na, visszatérve erre, tehát szerintem egyébként jó az analógia. Tehát a növekedé, tehát a Hitler a keleti fronton, az a növekedésnek az analógiája. Abszolút. Abszolút a növekedés abszolút analógiája. Hát ez a hozzáállás az, amit elvárt csak tületek. Itt nem Hitler mondja, hanem itt a Mehanon mondja. Igen. Tehát nem de mondja, Hitler, hanem... De értsd, hogy Hitler személyében is a Mehanon mondta. Hát még személyesebb volt. Hát volt egy karizmatikus szó. Hát figura, erről van szó. Lehetne. Hát igen, ilyen hitelesen, ahogyan Hitler, így senki nem személyesítette meg az Antikrisztust. Tudod, ez... Még Sztálin se. Hát ez egy szimpla pszichopata bűnöző. Igen, de nem... Minden metafizika nélkül. Ja, igen. Igen. Hát jó. Mások ökkedtem, mert szóval, hogy a Hitler azzá torzult, ami lett, a Sztálin meg úgy született. Igen. Na jó, mindegy, térünk vissza. Mert hogy ugye az egyikre azt mondanád inkább, hogy ez a pszichopata, ez az öldöklő pszichopata, aki nem érez semmit. A másikra meg azt mondanád, hogy hát ez a szociopátiásan eltorzult személyiség és ideológikus őrület. Igen. Abszolút. Mást mondasz rá. Igen. Nem lehet hogy, egyébként, hogy a történet... hogy az előbbi ütötte az utóbbit hát a történetben. Igen. Hát most az izéről jutott eszembe, Hitlerről, hogy, szóval, hogy így bocs, kell... csak ezt az Utazó című regény. Ez egy olyan zsidó téma, amit akkor írt egy csávó, egy regényíró. A 38 novemberében írta a Kristály éjszakáról ezt a regényt a csávó. Egy zsidó író, érted? Tök hiteles, és a hangulata is olyan, és könyvjelzőnek betettem egy... részben Hitler tábrázoló eredeti 1936-os képes lapot a harmadik birodalomban. Vannak ilyen tárgyaim. És a berlini olimpia, a Germánia, vagy a Deutschland kiállításról. Kicsit ragacsos. Na. Hogy te egy mekkora büdös bunkó tahó paraszt vagy. Na. Add ide a... Érted? Ne, a hangulat, tehát a könyv hangulatát, értitek? Egy eredeti képes lap. Vágjátok. Ez egy ínyent időutazás, a regényolvasás. Beszéljünk arról, ugye most jön a... Te figyelj, beírtam a címbe azt is, hogy az apokalipszisnek a magyarázata. Én ehhez csak annyit akarok mondani, és tudod miért? Mert magát sokat beszélünk az apokalipszisről, de hogy mit jelent a szó maga? Ez nem azt jelenti, hogy világvége, hanem a rejtett dolgok feltárulása. Tehát amik addig rejtve voltak, a világvégével vagy az összeomlással minden a felszínre jön. Tehát minden, ami van ma, és ilyen bizarr és furcsa és különös, az megvolt eddig is, rejtve. Érted? Tehát ami most van, az minden elemét, érted, a mesterséges intelligencia gondolata, a genderizmus, minden, amit itt szoktunk felsorolni, meg túlspirázva, néha démonizáljuk, meg az mind megvolt eddig is, csak érted, a felszín alatt. De nem...
de... meg csírájába. De a és föld... most így feltárul, és kijön a színpadra. A földrengés, meg a vulkánkitörés, az nem ennek a metaforája? Vagy ez a metaforája a vulkánkitörésnek, meg a földrengésnek inkább? Egymás tehát, hogy oda vannak, visszafordítható metaforai hogy, lehetnek. Hogy van, igen, tehát hogy vannak ezek a rejtett erők a mélyben, mi meg itt fönt éljük az élet teljesen külön sorsunkat, mint az övék. Teljesen külön sorsunkat. És az ő sorsuk hoz tartozik a mi sorsunk, az ő sorsuk függvénye a mi sorsunk, és nem a mi sorsunk függvénye az ő sorsuk. Tehát mi függünk tőlük, és nem ők tőlünk. Ezek a rejtett erők. Ezek a nagyobb erők. Így igaz. Ezek a rejtett erők az apokalipszisben feltörnek. A kéreg föltör, a láva előömlik. A hegy föltör a föld alól, és újra rendezi a díszletet. És az egy világvége. Az egy világvége, amikor a olvadó kő föltör. Tűz és pokol. Meg szimbólum is. Ez a kő megolvad, érted? Hát igen, a kő megolvad, és újraírja a díszletet. Újra rakja a világot. Újra önti a környezetet. És tudod, a földrengésben ugyanezt történik, csak kevésbé látványosan. De a földrengésben is ez történik, a hegyek torlódnak. Gyűrődnek, felgyűrődnek. Igen, igen. Vagy vetődnek egymáson. Hát, vagy egy föld alatti árok volt ott, és igen. Aztán... Igen, de hogy ez történik itt is. A rejtett erők, amik ott vannak a világ alatt. A szívünk mélyén, a bűnünk, a kollektív bűnünk, a mohóságunk, az önzésünk, a hazugságunk önmagunknak, a kettős morálunk, a meghamisított értékrendünk, a hamis bálványok imádata, hogy ószövetségi prófétának maszkírozzam magam. Már eddig is érted itt, ez már ilyen... Érted, hogy mit értem, mondok? Ezek a rejtett erők. Ezek vannak a felszín alatt. Ezek vannak a kőzet burok alatt. Ezek az erők. Én kiegészíteném, én tök másra gondoltam, de egyébként jó, amit mondasz. Ezek vetemednek, tehát ezek vetődnek, ezek törnek föl. Figyelj, kiegészítve. Ezek az erők, amit mondasz, ugye? Tehát hozod ezeket a mentális, pszichés energiákat. Negatív. Pszichés energiákat. Az elfolytások. Én a izékre gondoltam, a képekre, a fantáziákra, a démonokra, a torzalakokra. Érted? Azoknak az archetipusaira. Tehát előjön az árnyék, előjönnek a vámpírok, előjönnek a vérfarkasok, most persze nyilván metafora szintén. Előjönnek a boszorkányok, érted? Előjönnek az ördögök, előjönnek az alvilági lények. Emlékszem, ez az egyik, nem tudom már hol írt a Hanvas, ez kurva rég olvastam, de az állati szellemes volt, hogy amikor talán egyiptomi, vagy más ilyen ókori, ilyen démon, meg ilyen figurákról, tehát ilyen arhaikus démon alakokról írt, azt mondta, hogy most ezek előjöttek politikusok, meg üzletemberek, meg nem tudom kiknek a képébe, érted, a föld alól. És tudod, mi a legmélyebb belső erő? A tudása annak, hogy ahogyan minden létezőnek, úgy a civilizációnak is lejárati ideje van. Előrekszik, és felszámolja önmagát, mert felszámolja a saját lehetőségeit és kereteit. Tehát mind az okostelefonodnak, amiben beépítették? Vagy mint neked, és nekem. Meg a világon mindennek, erről már beszéltünk, ami csak van. Van egy lejárati ideje, saját lejárati ideje. És semmi sincs örökké, tudod, ami van. Ja. Ennek megfelelően onnan tudunk arról, hogy van a világkorszak, vagy van a civilizáció, hogy van egy saját lejárati ideje. És hogy ez a legmélyebb, tudod, ez a legmélyebb törvény, ez a legvégső törvény, hogy ez lejár.
És hogy a helyzet az, hogy ahogy olvassuk az időket, ez most a vége felé tart. Most jönnek elő a rejtett erők. Most jönnek elő, most jön, ha úgy tetszik, visszatér a világ elhazudott értelme, és visszaveszi azt, ami az övé. A jussát. Tehát, hogy úgy mondjam, az összes hazugság végül összeáll egyetlen végzetté. Az összes apró hazugság. Egyetlen összefüggő globális végzetté. Ámen. Ómen. De még tart a műsor. Csak ez olyan szép. Ezt a végére kellett volna. Na, figyelj! Valamit fel akartál olvasni. Valami... Ja, apropó, meghalt Karel Gott. Ómen Gott. Jaj, de vicc. Ne röhögjetek már. Hát ő volt ez nagy legenda. A Csehszlovák Kommunista Párt esztrád énekese. Lady Karneval, egyik kedvenc számom. Érted? Sokkal nagyobb ember volt, mint Kós János vagy Korda György, érted? Jó, de azért nem véletlen, hogy... Azért nem lehet véletlen, hogy nem Viszockijjal, meg Cseh Tamással, meg Hobóval említed egy lapot. Hát más műfaj. Világos. Más műfaj. Na, Isten nyugasztalja. 80 éves volt, leukémia vitt el. Hát ahhoz képest mondjuk viszonylag szép kort megért az a megélhetett volna. Na, mindegy. Azért a 80 év az olyan, hogy nyilvánvaló, hogy bárki elé odarakják, az csak azt kérdezi, hogy hol írjam alá. Jó? Ja, igen. Aha. Jó. Ja, jó. Na. De még a 78 éves elé odarakják, még ő is így elgondolkodik, hogy ez egy elég jó ajánlat. Ajánlat. Ez az ajánlat, ez egy érdekes kifejezés tőled. Amikor beszéltél a krokodilról, krokodil, mert orosz, tudod, bele kell a drogba reszelned a gyerekkorod autójáról a izét. Nem, azt le kell olvasztanod. Leolvasztanod. Le kell olvasztanod. Jó, hát ezért csodálatos ez az orosz nép, mert ők úgy tudják pusztítani magukat, mint senki. Ja. De aztán mondta egy amerikai példát is, amikor a csávóból ilyen, az egy másik, ilyen gyors zombi az lett, a flakka. Neki szalad az autónak. Igen. Azokban a zombi filmekben nem lassú zombik vannak, tudod, hanem akik így falra is tudnak mászni, meg ilyen gyors az a... Igen. Ilyen gyors. Igen. És hogy ezt egy drog előhozza. És na, azt tehát, mondta, hogy arról van szó, hogy van hogy ajánlat. Tehát, hogy ajánlatot tesz. Hogy a krokodil az milyen ajánlatot tesz? A málcsiknak. Igen. Igen. Hogy az az ajánlat, hogy menjél haza, keres egy matchboxot, amivel gyerekkorodban játszottál, a kedves matchboxodat, olvasd le róla a festéket, azt keverd össze még két másik anyaggal, amit a háztartási boltban vettél, és azt szúrd föl magadnak vénásan, és akkor le fog rohadni az egyik lábujjad. Vagy a kezed valamelyik ujjának a legvégső új perce. És tudod, ezt így mindenki tudja, aki megfőzi magának a krokodilt. És tudod, ez az ajánlat, ez az, amire azt mondja, hogy oké. Ez jó, tudod, és Oroszországban ez mindenki tudja, hogy mi a krokodil, és tolják. Tehát szeretik, tehát... De, tudod, már az első szúrástól valamelyik végtagodat elveszíted részben. És de szúrják, tudod? Amikor először beszéltél erről, de az, akkor te nem ilyen viccesen adtad elő. De hát ez döbbenetes. De hát ez döbbenetes, tudod? Ez a világ legszarabb ajánlata, és azt mondják, hogy oké, mennyibe kerül, és azt mondják, hogy tudod, 25 kopejka, és azt mondod, hogy áh, ez kurva jó! Igen, akarom, mennyi van? Ja. Tudod? Ne is mondd, figyelj, az Ecseri út, ami nekem két szempontból is közel, egyrészt a párom arrafele lakik, másrészt a buddhista főiskola is arrafele van, és most az utóbbi egy-két évben, érted, én észrevettem, hogy egyre több fura figura, ilyen fiatal hajléktalanok, ilyen bedrogozva, ott alszanak, és akkor olvasom a cikkbe, hogy az lett ott a környék ezeknek a nem találkozó helynek nevezném, hanem nem is tudom, lerakata, mondjuk nevezzük így. Ez a lerakat, érted? És egy ismerősöm írja nekem ezzel kapcsolatban, hogy milyen borzalmas azért ez, és ezekkel az emberekkel például a társadalom
a szociális háló vagy a rendszer mit tud már kezdeni? Ezeket a designer drogokat tolják, ami olcsó, ugye? Az a lényege, hogy olcsó, nem? Azért tolják, mert olcsóbb, mint a, mit tudom, ilyen az LSD, meg tudod, ezekre a drogokra már nem találsz olyan magyarázatot, hogy ettől valaki jobban érzi magát. Mondjuk a flakkától, ami így megnézed, csak berakod, csak tudod, be kell írni a YouTube-ba, hogy flakka, és kell nyomni egy entert. És akkor olyan videókat találsz, hogy a beflakkázott polgártárs, igen, az a kifejezés kell ide, neki rohan egy furgonnak, de így fejjel, tudod? És aztán így fejjel, de úgy, hogy a furgon az így behorpad, mintha egy állat támadná meg, tudod, egy szarvas neki rohan egy autónak, tudod, így behorpad a furgon oldala, a barátunk az így eldől, így látszik, hogy így 3 másodpercre elvesztette az eszméletét, aztán föl kell, és rohan tovább, és így neki rohan egy Chryslernek, tudod, és azt meg majdnem felborítja. És ezt tudod, ezt megnézi, és azt mondja, hogy flakka? Ez elég jól hangzik. Tudod, ez is egy jó ajánlat. Gyere, befizetek. Tudod? Aha. Hogy, és... De várj, az... hogy ez a, tudod, ezek a... És erre már nem ad magyarázatot, tudod? Tehát, hogy ők nem jól érezni akarják magukat, hanem ők úgy vannak vele, hogy hadd üssön. Tudod, hadd rohadjon le a lábujjam. Hadd basszam szét magam, ha ettől a szartól szét tudom. Ez most megoldaná a problémámat. Na, hogy mi az ajánlat? Ez az ajánlat, ki részéről, az ördög részéről. A technológia, én azt a technológiának hívnám. Az ugyanaz, szabad. Jó, igen, értem. Világos. És mi helyett van az ajánlat, érted? Az ajánlat mindig akkor van, amikor van valami választásod. Valójában az egésznek a mélyén van egy probléma, amivel nem akarok szembenézni. A maga az életem. Tehát itt maga a sorsom, életem, maga a sorsom, maga a sorsom, egy nagy probléma. Tehát nyilván egy ilyen csernobili lakótelepbe élő csávó, érted, az krakagyírt nyomat, mert annyira sivár és elviselhetetlen az élet. Egy ilyen flakkás csávó, azt gondolom, valami itt Bronx külvárosi gettóból szalajtott akár. Nyilván gyűlöli az életét. Gyűlöli az életét. És tudod, már nem arról van szó, hogy ő, tudod, semmilyen körülmények között nem tolná be, hogyha ő attól valahogyan, valamilyen módon akarja érezni magát, de ő valójában nem azt akar, ő valójában átlépni akar. Átlépni akar ezen a határon, és be akar lépni egy olyan világba, amit nem kontrollál, hanem ami őt kontrollálja. El akarja veszíteni önmagát. Valójában. Azért megy bele ebbe. Különben semmi értelme. El akarja veszíteni önmagát, de tartósan. És hogy valójában el akarja pusztítani magát, de ez már az a szint, hogy akár föl is köthetné magát, de nem meri. A lényeg az, hogy menjen el a tudata. A lényeg az, hogy oldjuk meg ezt a problémát valahogy nagyon gyorsan. És így valahogy érzi, hogy ezen az úton pár hét, talán pár hónap alatt megoldódik. Az ismerősünk, aki egyszer följött a színpadra, és utána öngyilkos lett, nem azért, mert itt volt a színpadom. Ő ilyen apu vendég volt, így haverkodtunk meg minden. Igen. És ő a biztosra ment, tehát ő a kettőt összehozta, tehát benyomott egy üveg vodkát, ópiumot mellé, és úgy feküdt a sinekre. Szóval ez a... Na, neki egyébként beszélt hozzá a telefonja. Tehát ha bármi baja volt, a telefonba ott megszólalt a hang, és elmondta neki, hogy mit kell tennie. Tehát nem úgy beszélt a telefonja, mint úgy az átlagemberhez, hanem a szónak abban az értelmében, hogy a skizofrénekhez szokottak beszélni. Szomorú történet, mert így beletrolkodott az apuba, mi meg természetesen kihívtuk a színpadra, hogy oké, akkor csináljunk ebből is showt, ahogy szoktuk. Csináljuk nyilvánosan, és hát így kicsit így, hogy mondjam, frocliztuk a srácot. Ahogy általában működünk, egy fogalmunk nem volt, hogy ez egy segélykiáltás. Sejtelmünk nem volt róla. És egy hétre rá. Kb. Ja. Egy hétre rá meghalt. És akkor esett le nekünk, hogy valójában ő
Ő fuldokolt, és a kezét nyújtotta. Jó, de hát egyébként... Nem lehetett megmenteni, nyilván nem, nem is lehetett volna megmenteni. Ja. Hát az igazság az, hogy én nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy itt a Földön mi a pokol legmélyebb bugyra, de mindig, akárhányszor gondolom végig a dolgot, mindig arra jutok, hogy a skizofrénia. És hogy minden más ahhoz képest... Te gondolod? Hát igen. És ez a rengeteg zsenialitás meg tehetség, amihez kötődik... Tehát, van az a szintű skizofrén. Még úgy is neveztük, tudod, hogy az skizofrén... ördögi pszichopaták és az angyali skizofrén. Na de várjál, arról van szó, hogy a skizofrénia, hogyha ki tudod fejezni, hogyha át tudod, tudod, a break on through to the other side az arról szó, hogy törj át a túloldalra. Most amit onnan a túloldalról át tudsz hozni, abban ki tudod fejezni azt kvázi a látomásaidat. Ki tudod fejezni azt, ami a... Azt, ami átszüremlik a túloldalról, az igazságból a valóságba. És ha még kontrollálod, akkor vagy sámán. Ha kontrollálod és közvetíted át magadon, akkor vagy sámán. De áthozod és átlényegíted egy művé, akkor vagy művész. De mi van akkor, ha átmész, tehát áttörsz a túloldalra, de nem tudsz visszajönni, mert ott belefulladsz a tudattalan örvényébe, vagy hogy úgy mondjam, az igazságba fulladsz. Az igazság átcsap a fejed fölött, mint a tenger habjai, tudod? És beleveszel. Ez a skizofrénia. Ja, ja. Ez a mélye, amikor nem tudod átlényegíteni, nem tudod áthozni, nem válsz sámánnál, nem válsz művészé, nem tudsz áthozni semmit az igazságból a valóságba, hanem az igazságban maradsz, de nem tudsz át közvetíteni ide semmit, hanem belefulladsz. A tudattalan örvénye. Így lehúz. Ez történt a haverunkkal is. Igen. Ja. Igen. Én nem is tudtam. Én sokszor kocsmáztam vele itt utána, kaszinóztunk, és nem tudtam ezt róla. Nem látszott, érted? Nem látszott. Tehát én jobban ismertem a srácot, mint te. És nem látszott. Na jó, mindegy, hagyjuk olyan, a szomorú olyan beszédes történet az, ami, és annyira csodálatos történet, meg jó felidézni mindig, hogy a Popper Péter meg a Pilinszky János beszélgettek. És a Pilinszky János azt mondta, hogy haragszom ám rátok pszichológusokra. És akkor mondta a Popper neki, hogy miért haragszol ránk. És azt mondta a Pilinszky, hogy azért, mert ti úgy tesztek, mintha a világ tele lenne problémákkal, és erre megkeresitek a megoldást, pedig a világ valójában tele van tragédiával, és a megoldás az tehát nem a problémára kell megoldást keresni, hanem a tragédiára kell irgalmat. Mondta a Pilinszky. Mondta a Pilinszky neki. És akkor a Popper Péter így nagyon elgondolkodott, és akkor ezt így a szívébe véste, de hát meg így igazából a Popper Péter is mindig ez a beavatott misztikus és pszichológus között volt egy játék az ő sorsa is, tudod. Mert hogy ezen aztán ő így... Így ezen a mondáson az élete további részében így spekulált, meg így gondolkodott. Hát elment a keleti misztika irányába a csávó. Igen. Meg a zsidó misztika irányába. Nem tudok. De. Jó, hát ő zsidó volt, világos, de nem volt beavatottja a kabalának. Hát, de a keresztény misztika volt. Igen, tehát. De a keresztény misztikával is, mindenféle misztikával foglalkozott ő. Uh-huh. Tehát, hogy, kicsit felszínesen azért valljuk be. Talán még a keleti meditáció azok még jó dolgok. Tehát figyelj, misztikával nem lehet így foglalkozni. Tehát arra az életedet ráteszed egy irányzatra. Érted? Tehát ez a... De mindegy. Szóval, hogy nem problémák vannak és megoldások kellenek, hanem hogy tragédiák vannak és irgalom kell. És hogy ez... És mit válaszolt erre a Popper? Hát a Popper elhallgatott. Hát persze. Igen. Hát mit tudná erre válaszolni? Amikor nincs mit mondani, akkor hallgatni kell. Mondta Wittgenstein.
Igen, de ebben van igazság. Nem ezt mondta, hanem amiről nem tudunk beszélni, arról hallgatni kell. Amiről nem lehet. Nem lehet beszélni, igen, igen. Igen, de ezt is így, hogy valahogy... Mekkora közhely lett azóta ez. Igen, de... De nem Auschwitzról mondta? Már kicsoda? A Wittgenstein ezt. Nem. Ez nem ugyanaz, mint az Adornónak nem. Auschwitz után nem lehet verset írni. Két dolgot keversz, az az Adorno, Wittgenstein... De ezt mire mondta? Wittgenstein, ez egy filozófiai probléma volt, hát ő a nyelvvel foglalkozott elsősorban, értett, más. Wittgenstein tulajdonképpen ő misztikus volt, a szó nem tradicionális értelmében, hanem a saját gondolataim belül. És, na mindegy, visszatérve, állítólag ismerte Hitlert. Egy iskolába jártak, Linzbe. Annak idején, és állítólag Wittgensteinnek tökéletes hallása volt, és a fiatal Hitler az hamisan fütyörészett, és ezzel a Wittgenstein valakba rugdosta. Valószínű, hogy ez egy kamu, ez, de milyen jó, nem? Tehát ez milyen jó kis sztori, kurva jó. Van Amerikában egy katonai bázis, meg egy ehhez kapcsolódó ilyen legenda, ami jár körbe az interneten, ez az 51-es körzet. Az a mítosz, hogy ugye ott minden ott van, ami az X akták első, második, harmadik, negyedik és ötödik évadában, továbbá az X fakták egész estés mozikban látható. Tehát az összes sztori, az mind ott van, és még olyanok. Tehát az összes, igen, tudod, minden hülyeséget, amit a New Age kitermel, azt ott ilyen, tudod, ilyen aktákban, ilyen fotókkal, a gabonakörökről, tudod, meg az UFO-król. Világos, tiszta Kalifornia. Igen. Igen. Na. Tehát ez egy katonai bázis. És hát egy ponton... Most meg akarták rohamozni. A fogyasztóknak, igen, a fogyasztóknak lett egy igényük arra, hogy na akkor most már tényleg derüljön ki. Már fölvették velünk a kapcsolatot az idegen lények, mert már réges-régen fölajánlották nekünk, hogy... Tettek egy ajánlatot. Igen, tettek, igen, egy kurva jó ajánlatot, ami megoldaná az összes problémánkat. De nem tudhatjuk meg, mert a szemét kormányzat eltitkolja, stb. Ott van ez a Men in Black, hogy így odaáll eléd, így villant egyet, amikor véletlenül belenézel az egyik ilyen X-aktába, és akkor már is elfelejted az egészet a picsába. Igen. És ő meg természetesen minden ilyesmiről tud, és ilyen űrlényeket bíz meg, akiket ha véletlenül meglátsz, akkor rögtön törölnek. Hogy ez valójában ezen a hülyeségen... És hogy most meg akarták rohamozni, de csak pár száz ember volt ott. 2 millióan lájkolták, vagy ezért, tehát, hogy majd milliók oda mennek, és elfoglalják az 51-es érját, érted? Tudod, úgy áll a dolog, hogy 2,1 millióan jelezték, hogy ott lesznek. Ja, ja, ja. A kormányzat össze-vissza szarta magát, hogy bazd meg, de ez most kurva. Én nem tudom, mi lehet az 51-es körzetben, valószínűleg semmi különös. De kurvára összeszarták magukat, hogy mi lesz. 2,1 millió ember jelezte, hogy ő oda benézne, és megnézni a földön kívülieknek a fotóit, meg hogy mi az üzenet. Igen, tényleges, igen. Hogy az összes problémátokat megoldjuk, akarjátok, és így tudod, így a kormány visszaküldi, hogy így nem, uralkodunk a helyzeten, tudod, és így ezt meg kell akadályozni, hogy ezt vissza kell üzenni, hogy igen, oldjátok meg az összes problémánkat, amit a mentolos rágógumi, meg a szárnyas betét, meg a mobiltarifa csomag nem tudott megoldani, sem a nácizmus, sem a bolsevizmus, de majd ti megoldjátok, és már ettől már csak egyetlen lépésre vagyunk, hogy megrohamozzuk az 51-es körzetet, és ott kiderüljön, hogy valójában már réges-régen megjött a megoldás. És ehelyett? 75-en voltak ott. Jaj, azt hittem pár százan össze. Ja, hát igen. Tehát, hogy a helyzet az... De ilyen UFO állarcokban tényleg... ráadásul, tehát tudod, ilyen műanyag, tudod, a fején. Szerintem ők is érezték, hogy nem jutnak be, és azt hoztak egy csomó mindent, ami arra egyet, utal. Igen. Nem, hát ami arra utal, hogy mégiscsak meg lesz ez a probléma, így vagy úgy oldva. Ja. Figyelj, volt egy ilyen számítógépes játék. De ez nem kifejezi, tudod, ez nem kifejezi a 2,1 millió,
Tehát rakd oda a 2,1 milliót az egyik serpenyőbe, a virtuális serpenyőbe. Ja, ja. Hányan hajlandóak ezért kattintani egyet, és azt mondani, hogy gerjegy mém, gerjegy, gerjegy növekedés, tudod? Én is akarom 75-ös körzet, na menjetek, faszom, menjetek, én is megyek, persze, lófasz. És 2,1 millió ember volt, aki azt mondta, hogy na ná, hogy ott leszek, így belül tudta, hogy nem megyek. És 75-en, tudod, és a csodálatos, ez a 75 ember egyébként velük kéne megalapítani az új földet. Ez a kiválasztó, abszolút. Igen, abszolút, igen. Akik oda mentek, hogy ők akkor is megnézik, elutaztak, igen. Tudod, a világ másik feléről elutaztak oda az 51-es körzethez, és kiderült, hogy annyian védik, amennyien, hát ők így nincsenek. De figyelj, volt egy ilyen számítógépjáték, ez a 51-es körzet, ezt végigjátszottam, amikor még számítógépjátékoztam tizenvalahány évvel ezelőtt, és ott ezek a gyorsmozgású zombikká lehetett válni, mert azok uralták, érted, a sokszintes, titkos csatornákat, szinteket, szférákat, akármiket, és lényeg az, hogy ilyen szintekre kellett, hát minden kalandjátékban, tehát szintekre átjutsz. És egy liftbe bekerültem a vége fele, és fölvitt egy, figyelsz, egy tévéstúdióba, és ott volt a holdra szállás, de ilyen papundekliből, tehát így ilyen papundekliből, tehát megérkeztem, és akkor az űrhajós amerikai zászlóval így ledőlt így a porba, és csak ilyen kivágott papírmasé volt, érted? És akkor ott megint ilyen lőttek rám, mert oda bejutottam, és akkor megint zombik, meg egyebek. Tehát az viszont kurva jó volt, és ráadásul a Richard Strauss-nak az imígyen szól a Zarathustra nyitánya ment, ami a 2001 űrodüsszea nyitánya, tudod, és akkor így az megy az imígyen szól a Zarathustra Richard Strauss-tól 2001 űrodüsszea, visz föl a lift, és ott van, bazd meg, eljutottam a stúdióba, ahol felvették a holdra szállást, érted? Papundekliből. Ja, és akkor lövöldözésbe a föld, mert ugye a holdon vagyunk, a földet is látod, az ilyen szöggel volt oda. És akkor tudod, az úgy leesett. Szóval ilyen ócska díszlet is volt, mint a szexmisszióban, tudod. Csak egy sátor volt az atomháborús égbolt, amit a csávó a bicskával fölhasított, és kiment a napvilágra. Na, ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!